Sziasztok, Noémi vagyok, itt van velem Edmond, akivel egy új unboxing videót fogunk nektek most bemutatni, melynek a témája. A Catherine Full Body című PlayStation 4-es játék. Bevallom neked, hogy én nem igazán ismerem ezt a játékot, egy kicsit utána néztem. Én viszont játszottam vele még az eredeti verzió a 2011 magasságába, és már pár napja játszok ezzel az újjal is, és spoiler alert, szerintem ez egy nagyon jó újrakiadás lett. De mesélj, mit nézzél utána? Annyit tudok róla, hogy behoztak egy új szereplőt. Így van. Aki kicsit a régi történetet egy kicsit felkavarja. Alaposan felkavarja. És hát ez gyakorlatilag egy ilyen logikai játék, randi játék igazából. Igen. A nappalok úgy telenek leginkább, hogy egy kocsmában beszélgetnek a szereplők egymásról, és ilyen szociális interakciók vannak. Az éjszakában pedig egy rémálmokat kell túlélni, és az a játékosoknak is rémálom lesz, ugyanis kőkemény logikai feladványokat kell megoldani. Elég pikánsan. Becsomagolva, körítéssel becsomagolva. Igen, ez egy felnőtt játék, mindenféleképpen korhatáros is, 18 éven felülieknek ajánlják. Ezt alapvetően tudni kell, hogy ez nem egy szexjáték, de foglalkozik a szexualitással, a párkapcsolatokkal nagyon komolyan, a párkapcsolati problémákkal, igazából az a fő központi témája. És ez ugye a három lehetséges partneren keresztül jelenik meg a játékban. Említetted, hogy ezeket a problémákat a főszereplő magában így éjszaka dolgozza föl az álmain keresztül? Így van. A különböző párkapcsolati problémák, például a gyerekvállalás, vagy a női hiszti, vagy mondjuk a férfiaknak a töketlenkedése egyfajta rémálommal manifesztálódik ilyen borzasztó, rettenetes szörnyek formájában. Aha. És azért vannak birkák, mert a pasik birkák? A pasik birkák egyértelműen, főleg, hogyha az ellenkező nemről van szó. És hát ugye mit csinálnak, hogyha nem tudnak elludni az emberek? Birkákat számolnak. Te számoltál már birkákat, Noém? Soha életemben. Én sem. Oké, szerintem akkor bontsuk ki. Jó. Itt a sajtkésetek. Jó, nem hűlök. Boncold. Na, mit vannak itt? Először is van egy birkánk. Őt én bontom ki. Oké. A barik. Cuki. Alsóbatyára. Ha jól tudom, a főszereplő srác, mi is a neve? Vincent. És neki is pont ilyen alsóbatyája van, de ő nem ilyen pufi birka. Úgy hallottam, hogy Japánban nem birkát kapnak az emberek, hanem egy olyan képet, amin a lányok vannak, és le lehet őket vetköztetni. Mindig jobb a japán kiadás. Úgyhogy a következő... Egy művészeti album. Igen, egy artbook. Nagyon szexi rózsaszín. Láthatunk a főszereplőről képeket. Ezt mutassuk meg a kamerába, az jó. És mindenkiről van skic. Azt hiszem főleg Rimről. Igen, elég Rim központú. De nem, itt van a Catherine C-vel is. És van ennek jelentősége, és hogy mindegyiket Catherine-nek hívják, azon kívül, hogy a... Hát én ezt szerintem biztos, hogy nem ez az üzenet, de én azt mondom, hogy már minden nő egyforma. Oh. De biztos, hogy nem ez volt a jelentőség. Ezek is jól néznek ki. Én egyébként, amikor végigvittem 2011-ben a játékot, akkor én kitartottam a Catherine K-val, nem? A szemüveges. A szemüveges Catherine-nél. A hűséges verziót vittem végig. Úgyhogy van egy ilyen artbookunk. Szintén a csomag tartalma. Catherine Full Body Launch Edition. Ez a játéknak a 10 dobozos kiadása, hogyha jól látom, de mindjárt felbontjuk ezt is. Na, kivontottuk. Ó, fém dobozos. Igen.
Na szóval, benne van a teljes játék, féldobozos verzióban, és nagyon szép borító, amin a Catherine K-val és C-vel van rajta, illetve a hátterén Rin és néhány bari. És a csomagban pedig látható maga a játék. És egy kis kézgöny az epilepszia veszélye. Van ott még valami a dobozban. Ó, tényleg igazad van. Még hozzá. A soundtrackje a játéknak. Ami hátul fel is van tüntetve a számcímekkel. Viszonylag nívós zenéje van a játéknak. Egyrészt vannak benne tök jó modern zenék is, illetve különösen a logikai menekülő és rémáló részek alatt klasszikus zenék hallhatóak. Látom, nagyon szeretik a jazz verziókat. Legalábbis itt nagyon sok. Igen, igen. Főleg ilyen jazzes, ilyen chill, ilyen tipikus, ilyen füstös kocsma zenéje van a játéknak. Meséltél már kicsit a játékról, meg mondtad, hogy neked nagyon tetszett. Így van. Ajánlod másoknak is akkor ezek szerint? Feltétlenül ajánlom, hogyha elmúltál 18 éves, akkor szerintem próbáld ki. És van benned egy kis nyitottság az ilyen nem konvencionális japán videójátékok irányában. Jó. Te kipróbálod? Majd meglátjuk. Egyébként tökre érdekelne majd a véleményed, mert ez ugye viszonylag pasis játék, hogy egy nő hogyan látja ezeket a túloldal problémáit. És ezt a játékot pedig a Mondokonon, az őszi Mondokonon meg lehet majd nyerni. Ugye? Így van. A valamelyik konzolverseny győztesének lesz ez a jutalma. Köszönjük szépen a Cenega Hungary-nek, hogy ismét ellátott minket egy díszdobozos játékkiadással. És hogyha érdekel részletes véleményem a játékról, akkor az októberi Mondóban olvashattok róla egy cikket majd. Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Hoppá! Vagy neked? Oh. Álmosodsz már? Nem, ez tök cuki, ezt nem lophatom el? Nem. De szerzünk neked egyet. Jó.